Az ilyen családi házak építési dokumentációja, engedélyezési folyamata is megváltozik. Vég József, a Magyar Építészkamara Szabolcát már Bereg Vármegyei Szervezetének vezetője elmondta, hogy ezek után nem csak tartalmi, hanem szakmai szempontokat figyelembe véve történik majd a benyújtott dokumentációk felülvizsgálata. Ez tartalmilag közelíti a építési engedély vagy engedélyezés folyamatát és egy építési engedély beszerzését. A lényeg az, hogy a benyújtott anyagot, illetően szakmai észrevételek is érkezhetnek és érkezni is fognak, de ennek a gyakorlatát, mivel október harmadika van ma, úgyhogy október 1-hez képest jelenleg a 250 oldalas, október 1-el megjelent rendelet, halmaszt vagy gyűjteményünket, most mindenki, aki tudja, olvassa. Én még bevallom, hogy idáig nem jutottam, mivel amúgy az előtörténetben elég sok mindent hallottam, de előbb-utóbb elkerülhetetlen ezt végigolvasni egy kicsit, aki ebbe a szakmába dolgozik. Úgyhogy itt változás várható, a puding próbája, majd következik, hogy ezt a való világban hogy fogják a hatóságok csinálni. A tervezők nagyjából szerintem körülbelül ugyanazt fogják, de a tartalmi követelményeket most ellenőrizik el majd a rendeletben. De olyan nagyon nincs oka másnak lenni, gondolnám én. A, inkább a, a birálati oldalt érinti ez a változás, hogy a, a megméretetés erősebb lesz, mint ami eddig volt. Az új törvény továbbá megkívánja erősíteni a főépítési rendszert. Az itt eszközölt változások jóval több az adott területen már végzettséget és gyakorlatot szerzett építészszakembert igényelnek. Minden városi státuszú településnek rendelkeznie kellene, városi főépítéssel, legalább megbízotti státuszban, az azt jelenti, hogy nem ott van főállásban valaki, mondjuk én itt ülök, de lehetek X településnek a, a megbízott főépítésze, ha tudok ilyet vagy merek vállalni, vagy van hozzá mondjuk főépítési vizsgám, mert ez a főépítészség aztán ez nem úgy megy, hogy építészdiplomád van-e, és akkor kijöttél az egyetemről, és akkor na, gyere ide főépít. Ez egyenre nem így megy, és remélem nem is így fog. Tehát az alapstruktúra az, hogy minden városnak legyen lehetőleg főépítésze, a kisebb településnek, akik nem érik el a városi státuszt, ott pedig lehetőség van rá, hogy mondjuk tízessével összeálljanak egy struktúrába, és egy főépítést tudjanak finanszírozni vagy alkalmazni. Vég azt is elmondta, hogy az 1997-ben megjelent OTÉK Országos Településrendezési és Építési Követelmények gyűjteményét felváltja a TÉKA, a Településrendezési és Építési Követelmények alapszabályzatáról szóló kormányrendelet. Egy fajta meglepetés a szakmának, hiszen 97 óta azt hiszem létezik az OTÉK nevű alapdokumentum, a bibliája a mi építési világunknak, ez az Országos Terület Rendezési és Építés követelményeknek a gyűjteménye az oték, ezt váltja föl, nemrég még úgy tudtuk, hogy október 1-től, de a mai tudásom szerint ez január 1-től történik meg. A téka, ami tartalmilag ugyanúgy lefedi, ez egy mozaik szó, tehát valami hasonlókat jelentetésen ilyen település-rendezési építészeti követelmények alapszabálya, azt hiszem, körülbelül így, és szintén Ebben a dokumentumban részben a településtervezés alapvetései, a területrendezés alapvetései, illetve az épületekre vonatkozó alapkövetelmények, hogy egy előszoba, egy szoba, egy lakásnak a helyiségei, vagy éppen a parkolókat, illetően milyen intézményhez, milyen épülethez, hány parkolót, hogy kell kiszámolni, stb. Tehát ez, ennek az útmutatóját jelenti ez a bizonyos dokumentum. Az elkövetkezendőkben szigorodnak majd a beépítésre szánt területek kijelölésének szabályai a zöld területek megúvása növelése érdekében. A használatba vételi eljárás szabályai is jelentősen átalakulnak, mind az építetők, mind a tervezők kapnak többletjogosultságokat, ehhez kapcsolódóan egy speciális jogorvoslati rendszert is bevezetnek majd.